Ez itt a Future Talks Podcast, Krizsó Szilvia vagyok, és javaslom, hogy a lenti gombokra kattintva iratkozzanak fel a csatornánkra, hiszen mindig jönnek akkor az új értesítések a különböző beszélgetésekről, amelyekben mindig a jövőt kutatjuk, és ezt tesszük most is, tehát egy Bernadettel, a Fundamenta elnök vezérigazgatójával. Szia, mi tegeződünk, úgyhogy tartanám ezt a, ezt a a formát, és ugye mondtam, hogy ez a jövőről szóló műsor. Amivel ti foglalkoztok, az tulajdonképpen nem más, mint hogy az embereket segítik ahhoz, hogy a jövőben legyen lakásuk, vagy ami most van, az a jövőben is értékelő legyen a felújításokon, és a többi, és a többin keresztül. De hogy látod, hogy lehet-e most tudni, hogy mire kell felkészülni? Tehát aki mondjuk egy lakást venne, és azt gondolja, hogy ő majd 2040-ben, 50-ben abban szeretne tévézni, vagy csak föltenni simán a lábát a, a kanapéra, milyen lakásban fog ő élni? Szia, szia, köszönöm a meghívást. Nagyon érdekes témát hoztál mára, és nagyon örülök neki, hogy erről beszélgethetünk. Persze üveggömböm nincsen, tehát a pontos jövőt én sem látom, de vízióim azért vannak erről. De mielőtt belekezdek a vízióba, azt mondanám el, hogy szerintem négy dolog határozza meg azt, hogy hogy fog kinézni mondjuk 30-40 év múlva a jövőnk. Négy olyan megatrend létezik ma, ami ezt nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja. Hát az egyik nyilván az a fenntarthatóság, klímavédelem, környezetvédelem. A másik, ami rendkívül fontos, és nem lehet tőle elvonatkoztatni, a digitalizáció, vagy mondjuk úgy, hogy a technológiai fejlődés. A harmadik, hát az a népesedés, a demográfiai kérdések. Egyrészt a népesség növekedés kérdése, másrészt pedig a korfa kérdése. És hát a negyedik ilyen pont, vagy megatrend, amivel számolnunk kell, az úgy hívják, hogy urbanizáció, vagy a városi asodás. Most ez a négy, ez szerintem alapvetően meg fogja változtatni azt, hogy milyen körülmények között fogunk élni. Hogy egy picit ezeket egyesével megvizsgáljuk, hogy, hogy melyiknek mi lehet az eredménye, vagy a következménye, és ez hogy változtatja meg az életünket, Például mondjuk kezdjük az urbanizációval, vagy ezzel a, a városiasodással. Nagyon fontos és nagyon érdekes trend, hogy ma tulajdonképpen a, a, világ lakosságának egy olyan 60 a él városokban. Ez egyébként Európában lényegesen magasabb, a fejlett országokban ez olyan 80-85 de mondjuk a fejletlen országokban ez még 50 alatt van. És ha azt nézzük, hogy, hogy a következő időszakban, mondjuk 2050-ig egy óriási népességrobbanás várható a világon, és ugye itt azért, hogy meg kell különböztetnünk a különböző régiókat, mert mondjuk Európa és Magyarország nem azon régiók közé tartozik, ahol őrült nagyszámban fognak nő, őrült nagy fog nőni a gyerekek. Igen, születni a gyerekek, vagy nőni a népesség, de mondjuk Afrikában a világ népességének a növekedése, mondjuk most vagyunk 7,6 milliárdan, 2050-re az előrejelzések szerint megközelítjük a 10 milliárdot, és ennek a növekedésnek a fele egyedül Afrikából fog származni. Ez nyilván azt is jelenti, hogy, hogy ennek következtében őrületes megacitik fognak ott, metropoliszok, új metropoliszok fognak kialakulni. Ez ugye Európában elképzelhetetlen, Magyarországon is elképzelhetetlen, de Európa, Kína, Indi, vagy ö, ö, Afrika, Kína és India ezeken a területeken őrületes népességrobbanás lesz. Jó, de magyarul azt mondod, ezekből a megapoliszokból kiindulva, hogy gyakorlatilag jönnek mindenhol a felhőkarcolók, vertikálisan fogunk építkezni, mert széltében nem nagyon lehet terjedni, de ebből azért az is következik, hogy adott esetben mindenkinek kisebb lakása lesz már, akinek lesz. Nem feltétlenül. Egyébként ez igaz ezekre az országokra, vagy régiókra, ahol népességrobbanás lesz, de mondjuk képzeld el Budapesten a nagykörutat, vagy menjünk csak Londonig, ott nem fognak kinőni minden egyes sarkon felhőkarcolók, az építészek egyébként azt vizionálják, hogy ezek az őrült nagy felhőkarcolók, ezek piramis alapúak lesznek, vagy alakúak lesznek, mert hogy olyan magasságokat már csak ebben a formában tudnak majd biztonságosan megtervezni. De mondjuk London belvárosát, vagy városképét, vagy Budapestét, ha vesszük, akkor Alapvetően a városkép nem fog megváltozni, ami igazán nagy változás lesz, hiszen nem fognak lerombolni épületeket, újjáépíteni körutakat, hanem hát kibelezik a házakat, is, vadonatúj technológiával, és így a másik meg a trend, technológiával fogják ezeket ellátni. Ugye már ma is van azért ö, ö, okos otthon, de az az okos otthon, amit mondjuk én vizionálok 2050-re, azért az nagyon másképp néz ki. Mert például, néz ki? Például úgy néz ki, hogy egy esti vacsora készítésnél nem a férjemtől kérek segítséget, vagy a gyerekeimtől. Mondjuk én kérhetnék segítséget a férjemtől, de mindegy, jó, igen. Nem a férjemtől, vagy a gyerekeimtől kérek, hanem, hanem ott lesz a konyhai robot, aki elkészíti, nem csak előkészíti, hanem elkészíti a család számára a vacsorát. De hogy ennél tovább menjek, mi az, amit még vizionálok, de most egyébként a vágyédat fogalmazod meg, ugye? Tehát, Nem, hogy feltétlen. fölke... Tehát, hogy... Nem feltétlenül. Azt kell, hogy mondjam, hogy <kül> utána néztem nyilván ennek a témának egy picit is, mert hogy én szeretek felkészült lenni, és egyébként egy rendkívül érdekes téma. Utána néztem, és különböző jövő kutatók is ezt 2050-re egy teljesen hétköznapi dolognak tartják. Ha belegondolsz, ha, hogy már ma Magyarországon is működnek olyan robotok, akik ügyfélszolgálati funkciót látnak el. Élő robotok ott mozognak, jönnek, mennek. Én nekem egyszer szerencsém volt, és sikerült egy ilyen robotot a, a, a kollégáimnak bemutatni egy, egy management team meeting keretében, hogy nézzétek, itt a jövő. Tehát, hogy ennyire itt a jövő, hogy ezek a robotok már most itt vannak. Tehát térjünk vissza mondjuk a konyhára, ami mondjuk robotizált lesz, de akár mondjuk én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ugye a másik nagy a technológia része az adat. És én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy olyan mértékben kerülnek az adatok összeköttetésre, hogy neked nem kell már foglalkozni a bevásárlással, de még azzal se, hogy interneten megrendel, Mert pontosan tudni fogja az okos otthonod, hogy a hűtőszekrényből a két liter tej elfogyott, és automatikusan abból a boltból megrendeli neked a két liter tejet, és kihozzák. És hogy hozzák ki? Drónnal hozzák ki. Tehát, hogy olyan mértékben át fog alakulni ez a, automatizáció, robotizáció által az életünk, és ez tényleg, hogy nincs messze. Tehát ez a, ez a 30-40 év, ami az előttünk áll, eszméletlen technológiai robbanást fog hozni. De egyébként azért erre mindenképpen föl kell készülni, és akkor kicsit maradnék a ti nevezetesen, hogy valakinek azt finanszírozni is kell, hogy én ebben az okos otthonban tudjak élni, mert ha mondjuk nincs elég pénzem, és nem gondolkozom elég előrelátóan, akkor, akkor valószínűleg én nem fogom tudni megkérni a konyhai robotot, hogy ugyan üssöm el össze egy Wellington szint, hogy most valamilyen. Ez így van, és azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos a régiók szerinti fejlődési dinamika és ütem, és nem egyszerre és egyformán fogunk fejlődni országok, még Európán belül sem. Tehát ami mondjuk pár országgal arrébb hétköznap lesz, az itt még nekünk lehet, hogy pár évvel későbbi jövőt fog jelenteni, de nagyon közeli jövőt. És itt jön be az egyik kedvenc témám, ami egyébként ugye nem csak szakmailag áll hozzám közel, de, de, de személy szerint is én ebben hiszek, mert ez az öngondoskodás témaköre. És egy picit messzebbről indítom én az öngondoskodást, mert én, én ebben hiszek, hiszen az öngondoskodásnak nagyon sok formája van, és... Az öngondoskodás az nem arról szól, mint ahogyan, ha ma beírod ezt a szót egy keresőbe, akkor semmi más nem dob ki, mint mondjuk a nyugdíj korra való felkészülést, és ugye a nyugdíjadra takarékoskodj, és készülj fel a nyugdíjra. Tehát szerintem nem erről szól az öngondoskodás, mert az öngondoskodásnak van fizikai formája, van pszichológiai formája, van szakmai formája, tehát ha te fejleszted, tanulni akarsz, szakmailag továbbkézed magad, az öngondoskodás. Ha van szociális, amikor barátaiddal időt töltesz, a, a, a pároddal, a férjeddel időt töltesz, az, az ugyanúgy az öngondoskodás. A fizikaiba tartozik ugye az, hogy milyen étrendet folytatsz, mennyire vagy egészségtudatos, hogyan figyelsz oda egyáltalán arra, hogy, hogy a tested rendben legyen, ugyanúgy a lelked rendben legyen, a feltöltődés, minden egyéb. És van a pénzügyi öngondoskodás, ami pedig arról szól, hogy hosszú távon milyen anyagi biztonságot tudsz teremteni a családodnak. És én azért vagyok egy picit ö, csalódott, ö, ha körülnézek a világban, ugyanakkor rendkívül lelkes, és hiszek benne, hogy ahogy a fizikai öngondoskodás ma már azért kezd egyre jobban elterjedni, az egészséges életmóddal, a heti két-háromszori mozgással odafigyelünk, hogy mit teszünk, hogy, hogy milyen, milyen ö, étrendet állítunk össze, ö, ez a típusú tudatosság, ennek meg kell jelennie a pénzügyeink kezelésében is. És az önmódoskodás miért nem jelenik meg? Szerintem azért nem jelenik meg, mert nincs erre megfelelő minta. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat a gyerekek a családban tanulják meg, a szülői példa által, a, a példamutatás által, hogy milyen környezetben élsz, hogy hogyan viselkednek a szüleit, hogy hogyan táplálkoznak a szüleit? Hogy mit kapsz 10 óraira uzsonára az iskolába, hogy kakaós csigát kapsz, vagy teljes körlésű zsemlét kapsz? Megfelelő. És kapsz-e zöldséget, meg gyümölcsöt, vagy egyszerűen megkapod a kakaós csigát, nem tudom, egy kis amerikai fánkkal? Mert hogy én mindkettőt látom az iskolában, nálunk mindkettő működik. Mert az öngondoskodás az semmi más szerintem, mint a a, a, a pénzügyeinknek a, a tudatos kezelése. És a pénzügyi tudatosság Magyarországon rendkívül alacsony szinten van. És de, ott de kezdődik kérdezem, a pénzügyi em, tudatosság. Hogy ez vajon miért van? Igen, mert... ott kezdődik szerintem a pénzügyi tudatosság, hogy egy család tervezie a bevételeit és kiadásait. Ez az alapja a pénzügyi tudatosság. De a pénzügyi tudatosság része az is, hogy megfelelően körbenézek-e, átgondolom-e a döntést, mielőtt hitelt veszek fel. És a pénzügyi tudatosság része az is, hogy milyen megtakarítási formákat, milyen távra, milyen formában, mely szolgáltatónál veszek igénybe. És mivel az alapok nincsenek Magyarországon még rendben, ezért, ezért az alapokkal kellene kezdeni, és az alapokat kétféleképpen tudjuk szerintem megteremteni. Az egyik az az, hogy vagy az iskolában megtanítjuk a gyerekeknek, de a legjobb az mindig az, hogyha a családban látja ezt a példát. 30%-a a legutóbbi számok alapján 30%-a kezeli és menedzseli tudatosan a, a költéseit, az anyagi helyzetét a hétköznapokban ma Magyarországon. És egyébként mi, azon, mi, mi azért dolgozunk, vagy az a mi filozófiánk, hogy ezt a típusú hiányt, ezt az edukációs hiányt, ami egyébként véletlenül generációkkal javulni fog, hiszen azért már az iskolákba is bejöttek ezek a témák, de a, a, a mi munkatársaink, az én kollégáim azok tulajdonképpen ebben az edukációban segítenek, mert mi egy tudatos pénzügyi tervezést nyújtunk az ügyfeleknek, és hogyha valaki nem tanulta meg gyerekkorban, akkor ott a lehetősége, hogy megtanulja, vagy megvegye ezt a szolgáltatást, ezt a tanácsadást szakemberektől, akik Ugye, nem ebben felkészültek. Tud, nem tudod elképzelni, hogy hány olyan kommentet olvasok, amikor van egy olyan beszélgetés, ami arról szól, hogy öngondoskodás, hogy előtakarékosság, és akkor jönnek azok a kommentek, hogy hát könnyű annak, aki, akinek van, én örülök annak, hogyha holnap bemegyek az üzletbe, és meg tudok venni a nem tudom, ez egy kiló kenyeret, nyilván ez egy picit sarkosított, de hogy, hogy nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy tervezni ő a bevételét, tervezni ő a kiadásait, de gyakorlatilag reménytelen ezzel neki foglalkoznia, mert éppen a, a, az életben maradásért küzd. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Mi nemrégiben az értékesítési hálózatban voltunk, rendszeresen találkozunk az értékesítési vezetőkkel, kollégákkal, beszélgetünk, így a, a menedzsment nálunk. És volt egy ilyen beszélgetés, ahol a, az egyik egy sikeres értékesítővel, egy értékesítési vezetővel beszélgettünk, és ő elmondta, hogy ő és az ő csapata, hogyan folytat egy ilyen pénzügyi tanácsadást, vagy a, vagy a pénzügyi tudatosságot elősegítő tanácsadást? És ez nagyon egyszerű dologgal kell kezdeni. Amikor ott ültök, a, a, a nappaliban is beszélgettek arról, hogy vajon a gyerekek jövőjéről hogy lehetne gondoskodni, és hogy lesz -e valaha lakása a gyereknek, vagy ha tönkre megy valami a kazán, akkor miből fogjuk kicsenélni, van-e megtakarított pénz? Nem, nincsen. És hát akkor hogyan lehetne? Hát nem tudunk félretenni. És akkor semmi más nem csinált a kolléganő, azt mondta, csak körülnézett, és azt mondta, hogy én most eljöttem ide egy beszélgetésre, és nagyon köszönöm, hogy ennyire megtiszteltek, és kólát és chipset vettek. De hogyha ezt a kólát és ezt a chipset, ami nem csak egyszer van egy hónapban, hanem többször, nem veszik meg, akkor havi 5000 forintot már félre tudnak tenni. És a havi 5000 és 10000 forint ezekből a tudatos Menedzselés, a költségek tudatos menedzselésével már hosszú távon őrületes lehetőségeket nyílt a gyerekeknek. Tehát erről, erről van szó, hogy lássuk azt, hogy az az 5000 forint, vagy az a ezer forint, vagy nyilvánvalóan vannak olyan ö, családok, ahol ez 40-50 ezer forintos nagyságrendet ölt, hogy azt mire költöm el? A cigarettára, vagy elköltöm az előtakarékosságra, vagy az öngondoskodásra. Ez egy döntés kérdése, hogy ki hova teszi a prioritást, de el kell tudni gondolkozni, hogy mi az, amiről le tudok mondani annak érdekében, hogy valami más célt megvalósítsak. És, és ez az, amiben ebben a döntési folyamatban, vagy ennek a felismerésében, vagy a megfelelő kérdések feltételében tudnak segíteni a, a, a mi tanácsadóink. Tehát ők erre vannak ö, 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 tréningezve, ők ebben szakemberek és szakértők a megfelelő kérdésekkel eljussanak azokhoz a válaszokig, amelyeket az ügyfelek saját maguknak adnak. Ugye általában mindig az a legnehezebb, hogy a jó kérdést tegyük fel, mert az az egyik leg, leg, legnehezebb, hogy megtaláljuk a megfelelő kérdést. De ők ebben tudnak segíteni. A válaszokat nyilván mindenkinek magának kell meghozni. Az mindig egy családnak a saját döntése, megfelelő mérlegelés és információ mellett, hogy mondjuk fel tud-e venni hitelt 25 évre. Hiszen ez az egyik legsúlyosabb döntés az életünkben. Én azt szoktam mondani a kollégánknak, hogy Két ilyen súlyos döntésre tudok az életben, a hitelfelvétel meg a házasság, mert jó esetben mindegyik életünk végéig tart. Hát jó esetben, és... mert látjuk a példákat, hogy nem teljesen így működik. Most, hogyha már valaki hitelt vesz föl, akkor nyilván mondjuk, visszatérve a kezdeti kérdéskörhöz, azt mondja, hogy ő szeretne egy lakást, és hajlandó hitelt felvenni, azért, hogy meg tudja vásárolni az álmai lakását, házát, stb. Azért beszéltél a fejlett országokról, beszéltél Nyugat-Európáról, ott nem annyira jellemző az, ami a magyar piacot jellemzi, nevezetesen, hogy nálunk mindenki saját tulajdont akar, mert máshol nagyon jól működnek a bérlakások, és, és ez egy valódi döntés, hogy valaki úgy dönt, hogy a pénzét nem rakja be egy álló ingatlanba, hanem inkább havonta bérel. Nálunk ez miért nincs így szerinted? Hát ennek van egyszer egy történelmi része, de nem biztos, hogy ez biztos, hogy így fog maradni. A történelmi rész nyilván az, hogy akkor, amikor a magyar lakásállomány nagyon olcsón az önkormányzatok a magántulajdonba adták, tulajdonképpen megszabadultak attól a tehertől, hogy, hogy felújítsák, ezáltal kvázi volt egy hullám, amikor ez a magántulajdon, ez nagyon nagy mértékű lett Magyarországon. A probléma az, hogy sem, a jelenlegi, sem az akkori tulajdonosok, sem a jelenlegi tulajdonosok nagy részének nincsen arra anyagi forrás, hogy ezeket az ingatlanokat felújítsa. Tehát ezeknek az állaga, állapota azért nem a, a nagy részének, nem a mai sztenderneknek megfelelő, hiszen 50-60 éves korszerűtlen ingatlanokról beszélünk. De pont a következő 30-40 év, ami előttünk áll, ezt a trendet, vagy ezt, a, ezt az állapotot megváltoztathatja, hiszen megint, ha csak belegondolunk abba, hogy, hogy mit vizionálunk a következő 30-40 évre, és egy picit visszamennék a demográfiai részre is, hogy meg a városiasodása is, hogy lehet, hogy Magyarországon nem fog nőni a, a lakosságnak a száma, de hogy a vidéki településekről be fognak költözni városba az emberek, azt a minden statisztikai előrejelzés ezt mutatja Magyarországon is, hogy lesznek olyan települések, amelyek elnéptelenednek. Budapest, Pest megye, Győr, Moson, -Sopron megyében nőni fog a népesség szám. És hogyha ehhez a városiasodáshoz hozzávesszük azt, hogy mondjuk az átlag életkor nőni fog, az, hogy, 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 hogy azt 80-50 év, tehát 2050-re nem három generációs családok lesznek, hanem négy generációs családok lesznek. Ma már nem annyira ritka a száz éves családtag, ugye? Azt mondják, 2050-ben a 120 éves családtag nem lesz ritka. És az is várható, hogy egy családban több nagyszülő lesz, mint gyerek és a generációk együttélése válható. Tehát kétféle trend az, amit előrevetítenek a, 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 a kutatók is. Az egyik a generációk együttélése, pontosan azért, mert nincs elegendő új építési felület vagy terület, pontosan azért, mert mondjuk a, a városokban ezek az őrült nagy ingatlanok vannak, amelyeket aztán generációk együttesen tudnak használni. És hát nyilvánvalóan itt van egy pénzügyi akadálya is annak, hogy nem feltétlenül tudja mindenki megengedni magának azt, hogy hitelfelvétellel oldja meg a magántulajdont. Egy másik érdekes trend egyébként pont, amit kérdezte, hogy esetleg kisebbek lesznek akkor az ingatlanok, bizonyos, hogy mondjam, társadalmi csoport számára, vagy bizonyos célcsoport számára, mondjuk akár a fiatal szinglik, igen, ők mást fognak keresni és már megindult a világon, Európában is, egyébként már Magyarországon is láttam erre példát, nagyon érdekes hívószavak vannak. A micro-living, a co-living, a community-living, a cooperative-living, tehát ez a közösségi élménnyel egybekötött együttélés, amit én azért nagyon leegyszerűsítve úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy hiper-szuper modern, felszerelt, kollégium, ahol van egy szobád, ami a tiéd, hozzá megfelelő fürdőszobával, adott esetben egy konyharészsel, de minden egyes szolgáltatást a központi egységben megtalálsz. Mosnak rád, takarítanak rád, bevásárolnak rád, van közös nappali, ö, idegen emberek egyedül élnek ebben, a, ö, ebben az ingatlanban, és ö, Egyrészt a társadalmi, szociális kapcsolatait ezen keresztül tudja felépíteni. Ez nem az övé, ez bérli, hiszen azért a mobilitás, a szabadság, a, a, a döntésszabadsága, a függetlenség, ez azért annak a generációnak, aki utánunk jön, és akik most még nagyon picik, én ezt a saját gyerekeimnél is látom, a kisfiaimnál is, hogy ők azért egy más generációnak lesznek a, a tagjai, és ez nagy mértékben befolyásolja majd az ő gondolkodásukat. Gondoljunk csak abba bele, hogy például mi történt mondjuk az autópiacon. Hát én annyira vártam, hogy legyen az első autóm, hogy az őrüle. Ma már carsharing van, és előrevetítve az is lehet, hát hogy sőt, a... sőt, azt mondják, hogy nekik nem, nem is, is, kell is kell autó, az autó mert nem akarják szennyezni a környezetet, tehát van. azért egészen tehát... más a gondolkodásmód. Tehát, hogy ez és ma már itt tartunk, hát mi lesz 30 év múlva? Tehát én azt gondolom, hogy ez szépen lassan át fog alakulni, egyrészt kényszerből, másrészt mert hogy nincsen megfelelő, ugye nem is épül Magyarországon megfelelő mennyiségű ingatlan, tehát az igényeket sem tudja kielégíteni, és mindezen demográfiai változások hatására a, a család szerepe is át fog alakulni, vagy a család működése is át fog alakulni ennek hatására, mert hát ha a több generációs együttélések fognak megvalósulni ezekben az őrült nagy ingatlanokban, akkor ott azért bizonyos, hogy mondjam, készségeknek vagy képességeknek kicsit ki kell fejlődni, mint az együttélés, az Ugye, Ebben most azért nem menjünk bele, mert csak én mondom neked, hogy én 25 éves koromig még 58 négyzetméterrel laktam az anyukámmal, apukámmal, a nagymamámmal, a nagypapámmal, a dédnagymamámmal, tehát nagyon hosszan tudnám esetelni a sok generáció együttélésének minden csinyát, binyát, nagyon sok jó oldala van, a többiről most inkább ne beszélgessünk. Ami viszont engem foglalkoztat, az az, hogy már előbb is mondtad, hogy az értékesítésben dolgozó kollégákkal beszélgettetek a menedzsment, tagokkal, illetve egy menedzsmentülésre bejött egy robot, akit te bemutattál a vezető társaidnak, hogy hát akkor ő vele is lehetne itt együttműködni, hogy szerinted egyébként a ti területeteken, tehát a pénzügyi finanszírozás területén hogyan fog átalakulni az ügyfélkiszolgálás, hiszen beszéltünk arról, hogy chatboxokkal lehet, vagy chatbotokkal lehet társalogni, arról már nem is beszélünk, hogy mi mindent tudnak a, a, a chatbotok, de hogy szükség lesz-e például húsvértanácsadókra, vagy mondjuk a robotok azzal a rengeteg adattal, amiket beléjük táplálnak, át tudják-e venni azokat a szerepeket, amikkel valós kérdésekre valós válaszokat generálnak? Itt szerintem az idősíkot érdemes átgondolni, és megint egy picit a regionális hatásokat. Már ma működnek olyan szolgáltatók, Amerikában, akik robotokkal kommunikálnak az ügyfelekkel, befektetési szolgáltatók. A mesterséges intelligencia segítségével adják az ajánlatot az ügyfeleknek. Itt ugye az egyik nagyon-nagyon fontos feltétele ennek, hogy ezeknek az ügyfeleknek már van megtakarítása. Amiről az előbb pedig beszéltem, ugye egy picit az öngondoskodás témaköre itt a magyar helyzet, tehát hogy honnan, hová megyünk. A, a, a tudatos a pénzügyi tudatosság szintje nálunk még nem tartott, mert mondjuk a magyar lakosság 21%-ának van hosszú távú megtakarítása. Tehát, hogy azt, arra picire lőni nem biztos, hogy érdemes. De a technológia nagyon nagy mértékben befolyásolni fogja szerintem egy 30-50 éves távlatban a, a, a bankszektort, vagy a pénzügyi szektort, és nyilvánvalóan a, a tanácsadói szerepkört is, vagy a személyes tanácsadók szerepét is. Ma én azt látom, hogy a következő tíz évben ez Magyarországon biztos, hogy nem fog átalakulni. Itt a digitalizációnak és a, a technológiának egyetlen szerepe lehet, az pedig... Az, hogy leegyszerűsíti a folyamatokat, azután, miután meghoztuk a döntést, mi otthon, családdal meghoztuk a döntést, hogy mit szeretnénk. Ezt a mi döntésünket nem veheti át, és nem fogja átvenni egy mesterséges intelligencia. Ebben a döntésben ugye itt van az érdeklődés felkeltés, a pénzügyi tudatosság megértése, megtanítása, a megfelelő lehetőségek és kérdések feltétele. Ez az, amiben hozzáadott értéke van ma egy személyes tanácsadónak. És ugye az előbb hoztam a példának a házasságot. Azért egy lakásba is beleszeretünk. Tehát ugyanúgy, hogy a párunkba. És ha beleszeretünk, akkor a lakásba, akkor nagyon sok mindent képesek és hajlandók vagyunk megtenni azért, hogy azt a lakást megszerezzük. És ebben az útvesztőben kell a segítség. Mert Az emberek nem hitelt akarnak felvenni hanem egy új otthont szeretnének, abba az új lakásba szeretnének beköltözni. És amiben én a, a nagy változást látom, az a, a folyamatoknak a megtámogatása, tehát a digitalizáció, azt szoktam mondani a kollégáknak, a digitalizáció nem cél, az egy eszköz, hogy gyorsabb, egyszerűbb, hatékonyabb, átláthatóbb, hibamentesebb legyen a folyamat nekünk is, meg az ügyfeleknek is. A mi, az értékesítők, és az ügyfelek szolgálatába kell állítani a digitalizációt. A mesterséges intelligencia nagyon sok mindent segíthet a jövőben. Egyrészt mondjuk banki oldalról döntéseket tud meghozni, de mint mondtam, a bankokat tudja segíteni, az ügyfél döntését nem tudja és nem fogja átvenni. Egy, egy precízebb árazást tud lehetővé tenni a, a, a a bedőléseknek, vagy a pénz vissza fizetésének a kockázatát jobban meg tudja ítélni, de ez a banki oldalon segítség. Amit én még ö, látok és hiszek, hogy át fog alakulni a, a, a jövőben, a, akár a magyar bankpiac is, de ezt már látjuk, ezeket a trendeket és tendenciákat a környező világban, az az, hogy ö, hogy megjelennek az úgynevezett ö, ö, B2B platformok, ugye a, 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 ez a business to business, ez egy, egy jelentős trend Európában, de Európán kívül is Kínában, Amerikában rendkívül sok ilyen cég jött már létre, aminek pontosan az a lényege, hogy és megint viszonylag a Sharing gondolat, amit az előbb mondtam, hogy ezek a, ezek a kicsi cégek, kicsi közepes cégek, akik már rendelkeznek ügyfelekkel, vagy az értékesítésben jók legyenek ezek brokerek közvetítők, vagy akár csak kicsi befektetési szolgáltatók, ők nem fogják egyesével kifejleszteni mindenki ugyanazt az ügyfél felé azt a kapcsolatot, vagy a bank felé azt a digitális kapcsolatot, vagy folyamatot, mert ez őrült sokáig tart, nagyon sok pénzbe kerül, és általában amire egy ilyen pici cég ezt megcsinálja, addigra már újabb szabályozás jött ki, és újabb digitális megoldások vannak. Tehát ők összeállnak, és közösen vagy megveszik ezt a szolgáltatást, vagy olyat is láttunk a világban, ahol közösen kialakítottak egy ilyen szolgáltatást, ezeket a platformokat. És ezek a platformok fogják segíteni első lépésként az értékesítőknek a, a, a munkáját. Tehát nem kiváltja a digitalizáció, vagy a technológia az értékes, a személyes értékesítőt, hanem segít neki abban, hogy a megfelelő terméket ajánlja, hogy ő is egy, 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 jobb döntés előkészítést tudjon hozni, és az ügyfélnek utána segít abban, hogy ne kelljen elmenni a postára egy borítékkal feladni a papírokat és beküldeni valahova, és a banknak segít abban, Nyilvánvalóan, hogy nem papír alapon kapja meg, hanem mondjuk digitálisan megérkezik minden adat, adatként már az ő rendszerébe, és a feldolgozását megkönnyíti. Ez szerintem a közeljövő. A, a nagyon távoli jövő, hogy megszűnik-e valaha a személyes tanácsadói szerepkör. Én, én pillanatilag még nem hiszek ebben, én ilyen messzire még nem látok, abban hiszek, hogy nagyon sok munkakör át fog alakulni. Nagyon-nagyon sok munkakör, és az értékesítői szerepkör is át fog alakulni, de mivel ez egy érzelmi döntés, racionális elemekkel párosítva, itt nagyon fontos, hogy legyen egy külső szem, aki támogat, kérdéseket tesz fel, és segít abban, hogy a helyes döntést te hozd meg. Hát vezetőként azért ez, amiket mondasz, ez most még nem feltételezi azt, hogy meg kéne változtatnod a vezetői mentalitásodat, de nyilván 5-10-15 év múlva már nem a mostani vezetési stílust kell gyakorolni ahhoz, hogy, hogy mindig motiválni lehessen a kollégákat, és együtt lehessen fejlődni. De mi az, amiben már most kell szerinted változást hozni vezetőként? Hát én szerintem folyamatosan változunk. Tehát, hogy nekem az az alap elvem, vagy azt szoktam mondani a kollégáimnak, akkor először mondtam, akkor azért kicsit meglepődtek, hogy a vezetés az olyan, mint a gyereknevelés. Tehát ahogy nőnek a gyerekeid, mindig másképp kell hozzájuk viszonyulni, és mindig valamit korrigálni kell, tehát alkalmazkodnod kell ahhoz, hogy éppen az ő életkorukban hogyan segítsd, hogyan támogasd, hogyan motiváld, hogyan kontrolláld, hogyan irányítsd, és mégis hogyan legyen szabad. Na, a vezetésben ugyanez van, tehát a, az adott élethelyzetnek az, az adott külső környezetnek, gazdasági helyzetnek, van háború, nincs háború, van infláció, nincs infláció, pandémia van, nincs pandémia, tehát az elmúlt öt évünk az csak a változásról szólt, és hogyha ehhez vezetőként nem tudsz folyamatosan alkalmazkodni, akkor az, az azt gondolom, hogy az eredményeken meglátszik. Tehát én azt látom magamon, hogy folyamatosan változok vezetőként, a körülményekhez alkalmazkodva más módszereket próbálunk meg, és vezetünk be a, a cégnél, legyen az, hogy, hogy, hogy mondjuk egy home hogyan méred a teljesítmény című kérdést. Ugye az egy teljesen más vezetői attitűdöt feltételez, mint az, amikor oda mentél, és láthatod, hogy ott ül, dolgozik, vagy éppen kint cigarettázik a kollégád. Van eredmény, nincs eredmény. Miért nincs? Tehát Attól még, hogy valaki nem ül bent az irodában, és nem látod, az adatok segítséget nyújtanak abban, hogy elemez, vagy hogy megtudd az okát, hogy miért nem készül el határidőre. Nyilván a beszélgetés, és itt megjön a személyesség, a vezetésben is, az, hogy leülj és beszélget a munkatársadal, és megkérdezd, és ránézel, és látod, hogy valami nem oké, okay, azt semmilyen adat, nem tudja helyettesíteni. De mennyire van időd arra, hogy levő a kollégákkal beszélgetni, hiszen, ahogy említetted, az elmúlt öt év azért az a külső körülmények miatt szinte egy álmokfutásnak tűnt, hogy hogy lehet talpon maradni. Közben nyilván a tulajdonosok felé hozni kell az eredményt, közben van egy csomó a napi operatív tevékenységből adódó olyan, am amit nem tudsz egyszerre másnak delegálni. Hogy fér ebbe bele? Szerintem nagyon sok minden döntés és logisztika kérdése. A gyerekeim szokták azt mondani, hogy őnek ilyen tév képzetük van még arról, hogy mit jelent az, hogy anya a főnök, és akkor, hogy anya, neked olyan jó, te bemész az irodába, hogy leülsz a számítógépedel, és egész nap számítózhatsz. Tehát, hogy ők így képzelik el anyát az irodában, és hát nem erről szól az én irodai életem. Az én irodai életem az arról szól, hogy, hogy, hogy emberekkel beszélek, foglalkozom, hogy ott nem csak a tartalom, hogy a szakmai tartalom a kérdés, hanem, hogy látom, amikor bejön hozzám, hogy jól van, vagy nincs jól, megkérdezem, hogy, hogy ismerem mindenkinek a családi helyzetét, a hátterét, hogy felvételizett a gyerek, hogy unoka született, hogy éppen mi történik. Tehát egészen egyszerűen az emberi kapcsolatokat nem lehet a, 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 munkahelyen sem háttérbe szorítani. És az, hogy mindenre legyen időd, a munkádban és otthon, mert én a munka magánélet egyensúlyának a híve vagyok, ezért azt szoktam mondani, hogy két dolog kell hozzá, egyébként ugyanúgy, mint a fogyókórához, a döntés, és az implementáció. Tehát ha eldöntöttem, akkor csináljam is meg. És a döntés után egy őrületes logisztikai feladat van, hogy otthon is és a munkámban is megfelelően az időmmel megfelelően gazdálkodjak. Hogy tudsz egyébként az idődel megfelelően gazdálkodni akkor, amikor mindenki arra panaszkodik, és nem csak panaszkodik, hanem tényleg így van, hogy óformán soha semmire nincs idő, mert akkor a munka mennyiség, közben otthon is kell teljesíteni, és ugye úgy fogalmaztál, hogy munka magán egyensúlyra érjék, ott ismerlek téged, és én valószínűleg veled kapcsolatban, ha engem kérdeztek volna, akkor én azt mondanám, hogy nálad ez úgy van, hogy magánélet munka egyensúlyt. Tehát ugye most is ebben a beszélgetésben szakmai kérdésekről szinte nem volt olyan mondat, ahol vagy a gyerekeid vagy az, hogy a férjed ne hangzott volna el. Tehát, hogy valahogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok női vezetőt ismerek, vagy nagyon sok vezetőt ismerek, de nem ismerek még egy olyat, mint, mint téged, akinél deklarált azt, hogy persze szeretek dolgozni, persze vezető vagyok, de azért mégiscsak a család van az első helyen. Nekem ez a ez adja meg a kiegyensúlyozottságot. Tehát én akkor érzem kereken magam, hogyha, hogyha, ha tudom, hogy helytártam otthon, hogyha ott lehetek a gyerekeim, a kisfiaim foci meccsén, ha ott kiüvöltözhetem magam, és, és, és láthatom azt, hogy, hogy éppen gólt vagy valamit csinált, és ezt megbeszélhetem velük utána, hogyha időt tudok tölteni a férjemmel, hogyha, hogyha ott vagyok a, a bármilyen iskolai előadáson. Én akkor Vagyok harmóniában önmagammal, hogyha, hogyha itt úgy érzem, hogy helytáltam, hogy ott voltam. És szerintem mindenkinek az a lényeg, akár női vezető, akár nem. És nem csak vezetőként, de, de minden munkában, hogy ha nincs meg ez a harmónia, amivel feltöltődsz, amiből merítkezel, ami erőt ad, ami, ami aztán inspirál vagy. Vagy, vagy, lehetőséget ad arra, hogy, hogy, aztán beleugorja másik oldalba a munkába, akkor ez nem fog működni. Időszakosan igen, de hosszú távon nem működik. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nálam talán nincsen más a cégben, akinek könnyebb helyzete van meghozni azt a döntést, hogy én most három órakor fölállok, és elmegyek az iskolába ma, és is elhozom a gyerekeimet az iskolából fél négykor. És ha ez csak egy döntés kérdése, akkor ezt miért ne tudnám meghozni? Nyilván logisztika is, rengeteg logisztika, tehát a, a közös naptárkezeléstől elkezdve én előre tudom ebben az évben, mikor megyek szabadságra, mikor hol leszek, mi fog történni, tehát a, a, a kolléganőim, az asszisztenseimnél az egyik legfontosabb a naptárkezelési feladat, hogy pontosan beszervezzük azokat a mini időket, a fél órákat, amiben ezt meg lehet tenni, és azért ma már Akár az e-mail, a telefon, a videó, a Teams meetingek, bármilyen jellegű online meetingek őrült sokat segítenek ebben, hogy ezt a típusú hatékony munkavégzést megtehesd. Én a, ennek az Open Door policynak vagyok a híve, de nem a fizikai Open Door policy, tehát nem kell, hogy bent üljek az irodában, hogy elérhető legyek a kollégáim számára mert bármikor felhívhatnak, bármikor küldhetnek e-mailt. Én szabályokat állítottam fel magamnak, egy ilyen típus vagyok, aki szereti, ha tudja a kereteket, és, 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 az alapján aztán következetesen véghez viszi. Ezt azért a gyerekeim kevésbé bírják, a férjem aztán még kevésbé. De tehát én általában 24 órán belül válaszolok egy e-mailre. Ha nem, akkor ott az valami baj van. Tehát akkor vajon tetszik az, amit írtak, vagy még információ kell. Tehát ezt tudják a kollégáim, hogy ha 24 óra, egy, óra, napon belül nem jön rá válasz, akkor, akkor ott, ott az nem biztos, hogy, hogy oké okay lesz a, a válasz. Tehát, hogy ezt ki tudod alakítani vezetőként, nem kell mindenről tudnom, hiszen rendkívül jó szakemberekkel vagyok körülvéve, vezetőkkel vagyok körülvéve, neki kell tudni, hogy az adott területen mi a helyes döntés, vagy mi a jó jó irány. Persze, jöhetnek hozzám bármikor, megbeszélhetjük a, az irányokat, ha problémája van, felteheti a kérdést. Én nem tudom őket felülbírálni szakmailag, és nem is akarom őket felülbírálni szakmailag, mert azért ő annak a, annak a területnek a vezetője, hogy ő sokkal jobban tudja, hogy ott mit kell tenni. És hogyha ezt ki tudod alakítani, hogy mondjuk a döntés előkészítés az, az annyira kompakt, hogy, hogy javaslatokat kapsz, hogy alternatívákat kapsz, hogy előnyökkel, hátrányokkal kidolgozott anyagok érkeznek, akkor azért erről nagyon gyorsan lehet dönteni, hogy igen vagy nem. Ott. Egyébként egy gyors döntő vagy? Én gyors döntő vagyok. A nagy kérdéseket szeretem átgondolni, tehát pontosan tudom, hogy melyik az a kérdés, amikor... Amikor nem döntök azonnal, de én ezt meg is mondom, a kollégáknak is megmondom, és a gyerekeimnek is megmondom, amikor azt kérdezik, hogy anya lehet-e ezt vagy azt, akkor én teljesen őszintén megmondom, hogy szeretném ezt még átgondolni, adjatok egy napot, két napot, a hétvégét, és utána visszatérünk rá. És vannak dolgok, amiben azonnal tudok dönteni. Tehát ez, ez mindkettő. Azt kell, hogy mondjam, hogy igaz rám. Azért kérdeztem ezt, mert ugye abban a pozícióban, ahol te is ősz, nagyon-nagyon sokan beszélnek a vezetői magányról. Hogy igazából a döntéseidben egyedül vagy, és persze nyilván az előkészületben tudnak segíteni mások, de a végső szót neked kell kimondani, és az ezzel járó felelősséget is neked kell vállalni. Hát ez így van. Tehát többek között ezért kapjuk a fizetésünket. Ehhez azért hozzá lehet szokni. E, nyilván a döntések egy részében van egy csomó tapasztalatod már, ami, e, ami segít ebben. És az is tény, hogy, hogy egy csomó adattal alá lehetett támasztani. E, nekem azonban személy szerint megvan az az őrült nagy szerencsém, hogy, hogy, hogy a férjem egy olyan e, szellemi partnerem is, akivel meg tudom beszélni e, azokat a nehéz döntési helyzeteket és meghallgatom az ő véleményét, azért hozzá kell tennem, hogy általában először mindig nemet mondok neki, hogy ez nem jó. <gül> <gül> és aztán átgondolva, értékelve a helyzetet, képes vagyok arra, hogy, hogy, hogy belássam, hogyha mondjuk nem jól gondolkoztam, vagy azokat az inputokat is figyelembe vegyem. Tehát <laughs> sokszor kérdésekkel tudnak engem is segíteni azzal, hogy, hogy, vajon miért, miért ezt a döntést hoznám. És én ezekkel, ezekkel élek, de akár a kollégáimat is megkérdezem erről, hogyha úgy érzem, hogy mit gondolsz, és miért ezt gondolod róla, mert amikor beszélünk egy dologról, egy témáról, valahogy úgy jönnek a gondolatok, és akkor ezek a, gondolatok egy idő után kikristályosodnak, és én az a típus vagyok egyébként, akinek, aki jobban szereti, ha, ha kibeszéli ezeket a problémákat, mint hogy egy magam rágódjak ezen, és akkor üljek két napig magányosan, és egyszer csak kijövök a napfényre, hogy megszületett a döntés. Ha meghoztál egy döntést, sokszor bánod meg, vagy nem szoktad megbánni? Hát ez attól függ, hogy, hogy <gül> 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 Alapvetően nem bánom meg, és azért nem bánom meg, mert mert én abban hiszek, hogy, na, hogy általában az egyik döntésünket, és ez olyan döntésekben, egy másik döntéssel megváltoztathatjuk. És addig, amíg ez a helyzet fennáll, addig nem történhet baj. És egyébként a gyerekeimnek is ezt tanítom, hogy ha most így döntöttünk, nem baj, csak döntsünk. És majd ha megváltoznak a körülmények, vagy hogyha majd ö, ö, azt gondoljuk, hogy valami olyan impulzus ér, hogy másképp, majd hozunk egy újabb döntést. Tehát addig, amíg ez a lehetőségünk fennáll, addig nincs baj. Tehát a hibázás én szerintem az benne kell, hogy legyen, és ez nem feltétlenül hibázás, tehát hogy egészen egyszerűen így megyünk előre, hogy döntünk, ha kiderül, hogy ez valamit nem vettünk figyelembe, akkor korrigálunk, és megyünk tovább, és aztán megint megyünk tovább. Öm, és szerintem ez az a kultúra egyébként, ami nagyon sok céget előre visz, hogy, hogy nincsenek végső döntések. Tehát, hogy ma ezt tartottuk jelen információ birtokában a leghelyesebb döntésnek. És ha valami megváltozik egy eleme, akkor majd hozunk egy másik döntést. Én azt gondolom, hogy jól döntöttem, hogy elhívtalak. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm Én is a beszélgetést. Is köszönöm. köszönöm szépen.